Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV megújult kulturális magazinja. Közeleg március 15-e, így hát 1848-ig repít vissza az időben a Berzenady János Alapfokú Művészeti Iskola rendhagyó programja. 75 éves Eötvös Péter zeneszerző, akit ünnepi koncerttel köszöntött a Pannon Filharmonikusok, és Artisius díjjal ismerték el a Pécset élő irodalmát, Tomka Beátát, Regény tapasztalat című munkájáért. Már is kezdünk, tartsanak velünk! 1848. márciusának eseményeit idézik meg, szinte valódi időutazásban részesítve a közönséget, a Berzenady János Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Mindezt úgy, hogy az oktatás alapjául szolgáló néptáncot, illetve a kulturális hagyományokat helyezik előtérbe. Vendégem a stúdióban ez alkalomból Virág Rita Cecília, az iskola igazgatója, és Szabó Sándor, a Mecsektánc Együttes Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Ugye itt nagyon sokféleképpen csöppenünk majd vissza 1848-ba, ezen az ünnepélyen, úri szabóság, toborzás, verbunkos. Hogyan indult ennek a programnak a szervezése, a története? A Berzenady Művészeti Iskola tantestületében merült fel ötletként, hogy egy olyan ünnepét kellene szervezni a gyerekeknek, ahol ők egy kicsit megélhetik újból a forradalmi eseményeknek a lelkületét, egy kicsit belecsöppelhetnek ennek a hangulatába, visszaléphetünk egy nagyon kicsit az időben, és átérezhetik igazán, talán a sajátjukként is megélve ennek az ünnepnek a szellemiségét, és ez volt az első gondolat, ami aztán kiforta magát remélhetőleg egy nagyon klassz kis délelőtti programmá. Hogyan kapcsolódnak ezek a programok az iskolában folyó oktatáshoz? Mi az, amitől egy látogató mondjuk rögtön megmondaná, hogy ez csak a Berzenady János iskola lehet? Hát azt hiszem, hogy ebből a szempontból mi egy kicsit kilógunk a művészeti iskolák sorából, ugyanis a vezérfonalunk és a szervező elvünk az a népművészet. És azon belül a néptánc, nagyon szoros kapcsolat van a Mecsektánc Együttessel, olyannyira, hogy az iskolánk alapítása az tulajdonképpen a Mecsektánc Együttes mellett működő Néptánccal a Gyermekekért Alapítványnak a gondolata volt. És pont ez volt a megfogalmazó elv, vagy a létrehozó elv, hogy egy utánpótlás nevelőiskola is működjön együtt a Mecsektánc Együttes. De nem csak néptánc oktatás folyik az iskolánkban, hanem népzeneoktatás is, nagyon komoly kollégák, szakmailag nagyon komoly munkát folytató kollégák működnek közre nálunk, és népi kézművességet oktatunk, és viszonylag újabb a színjáték és bábjáték tanszakunk, ami csak egy kiegészítő, egy kis színesítő, de elsődleges a népi kézművesség és a néptánc és a népzene, tehát a népművészet, mint szervező elv. Ez a szándék, hogy az iskola kitermelje kicsit a Mecsektánc Együttesnek az utánpótlását is, ez mennyire valósul meg, mennyire működik most, és mik a terveik a közeljövőre nézve? Hát pontosan ezért jött létre ez az iskola, és ez nagyon jó. Korábban nem volt ilyen rendszer, mindig volt egy nagy együttes, és akkor alatta építkezett egy utánpótlás csapat, és akkor a városból, de ez országosan is lehet fogalmazni, kis iskolákba jöttek a gyerekek az utánpótlásba, mert elérték azt a kort, amikor már egy felnőtt együttesbe kerültek, és akkor ugye abban a korosztályban voltak 5-6-10 évet. Aztán most ez a pár éve vannak a művészeti iskoláknak a alakulásának az esztendei, és majdnem minden nagyvárosban megalakult, így Pécsed is, hál' Istennek, és valóban itt a gyerekek koncentráltan még kiskorukban oda kerülnek az iskolába, megkapják ezeket a kultúra ízeit, zamatait, és ugye arra várunk, hogy innentől kezdve már ne másfelé menjenek, hanem ha F elé az irányba, és ugye nagyon jó, ha van egy olyan együttes, aki a cél. Most a Mecsektáncot és 65 éves nagymúltú együttes, országos hírű is, és mindig vannak minden egyes életében ilyen kis szakaszok, amikor kicsit rogyás van, kicsit megállatulás, akár a oktatásban, akár a személy feltételekkel. A Mecsektáncban is voltak ilyen szakaszok, most pont úgy vagyunk, hogy legyünk egy felfelő ívelő ágba, és jó a viszony az iskolával, szeretném, ha még jobb viszony lenne egyébként. Nagyon jó volna, hogyha mi egy külön székházba tudnánk együtt működni, ezek vágyak, de azért nem adjuk fel, nincs lehet. Tehetetlen, csak tehetetlen, ezt szoktam mondani. És jó lenne, hogyha egy fedél alatt lenne ez a két iskola és egyesület, és akkor a gyerekek látnák már, hogy folyamatosan napközi munkákban is, hogy hogyan próbálnak a nagyok, hogyan érkeznek, mennek, jönnek, milyen hangulata van egy ilyen közösségnek, és hát ezen most munkálkodunk igen erősen. És hát az iskolának pontosan az a dolga, hogy minket alulról támogassa, jöjjenek a gyerekek, jöjjenek. Nekünk meg az a dolgunk, hogy visszaköszönjünk oda, mint ez az ünnepség is bizonyítja, hogy
azért ha kérés és igény van, akkor bizony azok a diákok, akik itt nevelődtek, most oda visszamennek és segítik, és egy közös produkciót össze tudunk hozni. Így van, pont ezek a programok azok, amik szolgálják azt a fajta igényt, hogy lássák a gyerekek, hogy hova is lehet eljutni, és felnőtt táncosként hogy lehet ezt a kultúrát művelni, és bizony motiválja a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket, ezt elárulhatom, hogy a szülőket is motiválja, és valahol az iskolát is, mert fontos az, hogy mi is elmondhassuk, hogy egy újból fölfelé induló felnőtt együttesnek adjuk mi az alsó széles bázisát, és ezért dolgozunk, hogy ez a bázis stabil és biztos legyen, és a lehető legszélesebb legyen, mert hát ez egy piramis elv, egy piramis jellegű építkezés. Nyilván nem mindenki választja a felnőtt korban már ezt a művészeti ágat, de ha megmaradnak, akkor egyenes útjuk van a felnőtt együttesbe, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Mi az, amit hozzáadhat egy gyerekkorhoz az, hogyha az ember rendszeresen táncol és tagja egy ilyen közösségnek? Könnyebben rólják a papírra a betű elemeket, könnyebben ismerik fel a kört, a hullámvonalat, könnyebben kivitelezik. A számolási készséget nagyban segíti, a testtudatot erősíti, azért egy táncosnak, hogy jobb és bal általában nem szokott problémát okozni. Nem szokott problémát okozni az ugrás, a pördülés, a fordulás kivitelezése. Egy olyan közösségi erőt, szervező erőt ad nekik, ahol megtalálják a saját közösségüket, a kortárs csoportot, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy vélekednek. Azt is hozzátenném, hogy ahogy átkerülnek a kamaszkörbe ezek a kicsi gyerekek, akik már meg vannak fertőzve kellőképpen ezzel a kultúrával, azért most nagyon-nagyon virágzik ez a fajta működés, hogy Erdélyben, illetve a határon kívüli magyar nyelvtörületeken ezek a néptánctáborok, mint a gomba módra szaporodna. Gyimes, Visalka, Otaszeg, Méla, stb. És szinte hihetetlen, de a mai korosztályra nem jellemző, én szerintem koromnál fogva ezt megengedhetem, hogy mondhatom, de ezek a fiatalok, akik itt az iskolába végeznek, és bekerülnek egy ilyen nagy együttesbe, igen-igen megjelennek ezekbe a táborokba. És nagyon-nagyon életszagú érzést kapnak, hogy milyen is az a falusi környezet, milyen az a népi kultúra, ami még már ott is már veszendőben, de még azért meglelhető. Az mikorunkban ez természetes volt, mert ugye ott nőttünk fel ezeken a falvakban, Széken, Mezőségen, a táncház mozgalom. Ez már egy kicsit kopik, bár itt talán nálunk, de ott még mindig van, és megjelennek ezek a fiatok. Tehát nagyon jó ebben a népi kultúrában jó mélyen beleavatkozni, és akkor benne lenni. És hogyha már kicsit megkapja azt az ízt gyerekkorában, nem engedi. Több mint 15 éve, 2003-tól működik a Berzenagy János iskola. Hogy látják, honnan, hova jutottak, mik a tervek a közeljövőre nézve? Hát igen, 15 éves ebben a tanévben az iskolánk. Próbálunk egy olyan a népi kultúrával foglalkozó, a népművészettel foglalkozó, hagyományőrző, de mégis valamennyire innovatív intézményt létrehozni, és egy olyan fajta pedagógiai elvet, pedagógiai irányt mutatni, ahol megfér a modern és a hagyományos, ahol építkezik egymásból a korszerű és a hagyományőrző, de stabilan működik egy-kettő olyan intézmény, ahol számíthatnak ránk, és mi is számíthatunk az iskolákra. Ezt szeretnénk egy kicsit még bővíteni. Hát a létszámunk most ismételten azért 600 fő felett van, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép létszámmal működünk. Nem túl nagy, de nem is kicsi. Az a cél, hogy úgy tudják, hogy a Berze Művészeti Iskola van, hogy úgy tudják, hogy mivel foglalkozunk, és a tanítványaink pedig büszkék lehessenek, hogy ebbe az intézménybe járnak. Én szerintem egy jó úton indultunk el, és bízom benne, hogy valóban az években bizonyítják azt, hogy ebben megéri foglalkozni. Ez kapcsolódik, hogy ugye a Mecsek Táncot is 65 éves lesz jövőre, és ezek a jeles napok egy együttes életében azok mindig úgy felvillanyozzák a közösséget, és hát itt mindenképpen helyet és teret fognak kapni a növendékek, a gyerekek, tehát az iskola tanulói, mert így kerek. Tehát honnan és hova tud eljutni, és ezt a közönségnek bemutatni. Úgyhogy ez jövőre lesz, de majd egy következő alkalommal ugyanebben az időben ugyanitt beszéljünk róla. Köszönöm szépen a beszélgetést, és mielőtt tovább mennénk, pillancsunk bele a Mecsek Tánc Együttes egyik próbájába.
A Mecsek táncegyüttes 1955. februárjában alakult Pécsett, Simon Antal Erkel-díjas koreográfus vezetésével, akkor még Mecsek művészegyüttes néven. Azóta a város kulturális életének meghatározó szereplője. Az együttes célja, hogy a magyar nyelvterület tánchagyományait megőrizze, továbbadja és bemutassa. Műsoraikban a Kárpát-medence jellegzetes táncait adják elő. Én, illetve a feleségem egy éve dolgozunk az együttessel, mint művészeti vezetők. Ez idő alatt nagyon, nagyon szép évet tudhatunk magunk mögött, úgy gondolom, hiszen tavaly áprilisban elmentünk a Zalai Kamaratánc Fesztiválra, ahol elég szépen szerepelt az együttes, aztán pedig ősz végén a Szekszárdi Néptánc Fesztiválon jelentünk meg, ahonnan díjjal tértünk vissza Pécsre. Az idén februárban 64. évfordulóját ünneplő együttes megalakulása után számos elismerést és díjat zsebelt be, nem csak hazai, hanem nemzetközi megmérettetéseken is. A táncos életem gyermekkoromban kezdődött, már a szüleim is néptáncosok voltak, ők is onnan ismerték meg egymást, úgyhogy nagyon sok kapcsolatom van a tánccal, de táncegyüttesben csak 18 éves koromban kezdtem el táncolni, és azóta a Mecsekben táncolok. A Mecsek táncegyütteshez tartozni ma is hosszú távú elköteleződést jelent a táncosoknak. Egy sajátos életformát, amely a néptáncban rejlő kulturális örökség mély ismeretéről és megéléséről szól. Ötvös Péter, Kossuth-díjas zeneszerző és karmester 75 éves. A Pannon Filharmonikusokkal közös koncertjén nem csak a műveit játszották, hanem ő maga is vezényelt. Ez alkalomból Fazekas Gergely zenetörténésszel beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ötvös Péter a kortárs magyar zene egyik legjelentősebb és egyben legtöbbet játszott alkotója is, ami nem feltétlenül jár együtt a komoly zene világában. Nála miért működhet ez ilyen jól? Igen, hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés, ami az általános részét illeti, hogy a kortárs zene és a közönsége közötti viszony miként és miért alakult úgy, ahogy. Szerintem az ő játszottságának az egyik oka az, hogy egy nagyon praktikus szemléletű zeneszerzőről van szó, aki pontosan tudja azt például, hogy egy szimfonikus zenekar hogy működik, ami szerintem ezen a koncerten is tökéletesen kiderült. Tehát, hogy ugye vannak zeneszerzők, akiknek van a fejében valami nagyon izgalmas ötlet, és ezt úgy valósítják meg, hogy ennek nem feltétlenül van köze a realitásokhoz. Ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog, tehát ezzel nincsen komolyabb probléma. Mármint mondjuk egy zenekar vezetőségének nyilván van vele problémája, hogyha mondjuk kell 18 üsdobos szerződtetni, az nem egy reális dolog. De hogy Ötvös Péter, aki maga is gyakorló karmester és szerte a világban vezényel, pontosan tudja, hogy működik jól egy szimfonikus zenekar. Tehát azt gondolom, hogy az egyik fontos vonás az ő zenéjének, hogy nagyon jó játszani. És ha a zenészek otthon érzik magukat egy zenében, akkor az óhatatlanul hatással van arra, hogy a közönség hogy reagál. A másik az, hogy hát egy borzasztóan izgalmas zenei gondolkodó, tehát minden művének van valami egészen sajátos ötlete, formája, üzenete, egészen káprázatos, ahogy a hangszínekkel bánik például. Tehát, hogy még akkor is, hogyha adott esetben ugye azért Ötvös Péternek a zenéje nagyon sokszor diszonáns, tehát hogyha hagyományos, nem tudom, Mozart, Beethoven-i klasszikus zenei világból közelítjük, akkor természetesen a hangzások nagyon mások, de szó sincs arra, hogy itt valami fajta öncélú dologról volna szó, és azt gondolom, hogy hát ezt meg az oratórium tökéletesen szimbolizálta, hogy nagyon sokszor pedig vállalta a szórakoztató, természetesen a szó legnemesebb értelmében. Ötvös Péter a Zeneakadémián végzett, viszont 1966-ban Nyugat-Európába került. Ez hogyan hatott az ő zenei stílusára? Hát az egyik dolog az nyilván az, hogy ő kikerült ugye a vasfüggöny mögül, és bekerült a kortárzene, hogy mondjam, legfontosabb áramkörei, vagy véráramába, tehát hogy nagyon világosan láthatta, és testközelből tapasztalhatta emellett a két nagy alkotó, Boulez és Stockhausen mellett, hogy milyen módon érdemes gondolkozni, milyen irányokba érdemes elmenni. Ez az egyik. A másik az, hogy ő nagyon sok kortárs zenét vezényelt, és nem csak ettől a két szerzőtől, hanem nagyon sokan mások is ugye, olyan műveket írtak, amiket Ötvös mutatott be. Ez ugyancsak szerintem nagyon tágította a horizontját. Ő tényleg egy bizonyos értelemben kategorizálhatatlan zeneszerző. Tehát az operáinál például teljesen evidens, hogy minden operája egy egészen más megközelítését nyújtja a műfajnak.
Tehát, hogy van olyan, minden operájában van valami különleges dramaturgiai fogás, hangzásbeli dolog, nem tudom, a három nővér két zenekart használ, és az eredeti előadáson kontratenorok énekelték a főszerepeket. Az Angyalok Amerikában, ez az Angels in America című Tony Kushner darabnak a feldolgozása, abban például nagyon hat a zenéjére az amerikai musical éneklésnek a technikája. Tehát, hogy folyamatosan a legkülönbözőbb dolgokból építkezik. Azt várják, hát szerintem nem a közönség, hanem főleg a kritikusok, hogy be lehessen tenni őt egy dobozba, és a közönség szerintem meg nem így működik, hanem a közönség nagyon örül neki, hogy mindig valami újat kap Eötvös Pétertől. A Pannon Filharmonikusokkal közös koncerten csupa olyan zenemű mutatkozott be, ami 2010 után íródott, ami azt is jelentheti, hogy Eötvös Péter inkább a jövőbe és a jelenbe tekint, mint a múltba. Igen, ugye ez nagyon jellemző Eötvös Péterre, hogy ő nem az a múlton merengő típus, tehát ő azt hiszem, hogy mindig nem is annyira jelenben, mindig a jövőben él. És itt két zenekari mű hangzott el az első részben, mind a kettő valóban az utóbbi években született, mind a kettő felkérésre készült, és az egyiket egy baszk zenekar mutatta be, ez a Gliding of the Eagle in the Skies, vagyis az égen sikló sas, a másikat pedig a négy legjelentősebb olasz szimfonikus zenekar rendelte, és ez a Alle Vittime Senza Nome című szimfonikus mű, és a koncert második felében pedig egy tényleg szerintem borzasztó jelentős mű hangzott el, ez az oratórium Balbulum, aminek a címe az, hogy Halleluja, vagyis egy dadogó oratórium, amit a két EP, Eszterházi Péter és Eötvös Péter írt együtt. Ugye így is szerepel a kottán, hogy ők ezt együtt írták, bár nyilván a munkamegosztás elég világos, hogy az egyik EP írta a szöveget, a másik a zenét, de ez az első alkalom, hogy magyar zenekar játsza, és a narrátor szerepét egy magyar színész alakítja, Mácsai Pál alakította, és ez egy fantasztikus kompozíció, mert és bizonyos szempontból Eötvös Péter életművőn is egy újdonság, mert ugye Eszterházi Péter híres arról, hogy a szövegeiben rengeteg a vendégszöveg, tehát hogy folyamatosan idéz, vagy nem is idéz, hanem valahogy a szerves részévé teszi a saját szövegének más, sok által írott szövegeket, és Eötvös ugyanezt csinálja a darabban, tehát ugye ez egy Halleluja című kompozíció, amiben rengeteg más szerzőtől származó Halleluja van, nem csak a Handel Messiás leghíresebb Halleluja, hanem Bachtól, Monteverditől, ismeretlenebb szerzőktől. Van benne egy részlet, ahol az szerepel a kottában, hogy ez egy olyan Halleluja, egy Halleluja szakasz, ahol azt énekli a kurus, hogy Halleluja, amit Bartók is írhatott volna, és teljesen úgy szól, mint a Cantata Profana, tehát nagyon izgalmas zenei szempontból is az egész. És ami még nagyon érdekes, hogy egy borzasztóan drámai mű, aminek az első kétharmada hallatlanul szórakoztató, tele Eszterházi féle nyelvi humorral és Eötvös féle zenei humorral, és aztán egyszer csak van egy pont, ahol viszont végtelenül megrázóvá válik, és azt gondolom, hogy ez egy, szóval, hogy aki ezt a művet hallja, az tényleg úgy áll föl a székből, hogy valami olyasmi történik vele, amire úgy szoktunk hivatkozni, hogy katarzis. A magyar kortárs komoly zene világában mit jelentett most nekünk a 75 éves Eötvös Péter? Szerintem nagyon sokat, több szempontból is. Az egyik ugye az, hogy itt van velünk és írja a műveket, a másik, hogy itt van velünk és vezényel, például most ugye a Pannon Filharmonikusokat vezényelte. És hát nem szabad elfelejteni, hogy ő számára borzasztóan fontos az utánpótlás nevelés, hogy egy sport nyelven fejezzem ki magam. Tehát neki Budapesten, a Budapest Music Centerben működik az Eötvös Alapítvány, ahol rendszeresen tart mesterkurzusokat karmestereknek, zeneszerzőknek, a világ minden tájáról jönnek ide. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a karmesterként, zeneszerzőként, mondjuk az, hogy pedagógusként egy nagyon-nagyon átfogó tevékenységet fejt ki, és nagyon támogatja a fiatal zeneszerzőket, tehát hogy nagyon, és azt hiszem, hogy nagyon intenzív kapcsolata is van a fiatal szerzőkkel, akik rengeteget tanulhatnak tőle. És hát tényleg az amiről beszéltünk már, hogy Eötvös egy olyan zeneszerző, aki nem önmagának írja a műveket, nyilván nagyon fontos a személyes indítatás, nagyon fontos, hogy egy zenei, szellemi, filozófiai probléma érdekelje, de mégiscsak mindig ott van az ő szeme előtt az, hogy van egy közönség, akinek komponál. És szerintem hát egyrészt ezért is lehetünk neki hálásak, másrészt meg hát azt hiszem, hogy azért hálásak is vagyunk, tehát az, hogy itt Pécsett a Kodály Központban egy ilyen koncert létrejöhetett, ahol csak Eötvös művekből álló programmal,
a rádió, Magyar Rádió kórusával, akik egyébként ugye az eredeti salzburgi produkcióban is a kórus szerepét énekelték, a két eredeti szólistával, Mácsai Pállal létrejön egy koncert, ez szerintem nagyon szépen jelzi azt, hogy milyen fontos szerepet tölt be a magyar zenei életben Eötvös Péter. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Regénytapasztalat, korélmény, hovatartozás, nyelvváltás című munkájáért Artis Jus díjban részesült Tomka Beáta, Pécset élő irodalmár, professzor emerita, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának oktatója. Őt köszöntöm a stúdióban szeretettel, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Ugye a kitaszítottság, otthontalanság, otthonkeresés, valamennyi regény, amellyel ez a tanulmány foglalkozik, ezt a témát járja körbe. Mi minden történik ilyenkor az ember lelkében, ami az irodalomban is megjelenhet? Hát én azt mondanám, hogy nem új téma. Ez az emberi alapérzés, ez csak ugyan akárha egy helyben élire valaki az életét, akkor is fölmerülhet, vagy akkor is érezhet. Tehát ez egy régi téma is visszatérő, valamiféle idegenség, vagy a környezetemnek az elutasító viszonya hozzám, hogy ezek nem új témák, hanem aktuálisá teszi, és különösen most a 20. század végének a mindenféle európai változásai, folyamatai, aztán ugye fokozódik most az ezredfordulón, nagy népességcserék, mozgások vannak. Történetesen ugye az én közvetlen környezetemben lejátszódott majdnem egy évtizedes háború, Jugoszlávia szétesett, és ott egy ilyen nagyon komoly testvérharc zúlt, és ennek következtében nagyon sok család elmenekült, és nem is a fölnőtteknél követett ez a változás, tehát az, hogy megszokni egy új környezetet, hanem inkább a fiataloknál, akik lényegében becsöppentek egy új ország új nyelvébe, új iskoláiba, és ahhoz kellett, vagy már a fölnövekvésüket ez az új környezet biztosította. Most különös ilyenkor a kötődés ugye, hogy vannak emlékeik, gyerekkori emlékek, az idő múlik, és akkor ezt a kettőt megpróbálják, de rendszerint már új nyelven. Tehát a szerzett nyelven, mert ez tűnik kimunkáltabbnak. És akkor ez regényben ez tulajdonképpen előtérbe állítja az emlék, a gyermekkori emléket, bizonyos család történetek rekonstrukcióját, és igen, gyakori az, hogy nagyszülőknek a meséi, vagy a valamikori nyarak, vagy amikor a nagyszülőknél töltötték az időt, ilyen témák gyakoriak. És ez azt jelenti, ugye, hogy már akkor a nyelv is szükségszerűen, a műveltség nyelve, a megszerzett nyelv, amin elkezdenek írni. Most van egy másik eset is, itt van az asztalon a Terézia Mora könyve, ő viszont kétnyelvű. Soproni származású, magyar-német. És ugye a kétnyelvűeknél szintén sok körülménytől függ, hogy melyik nyelven válik íróvá. Hogyan hathat a személyiségünkre ez a fajta nyelvváltás, a kétnyelvűség, az otthonváltás? Mi az, amit az irodalom megfog ebből általában? Ez nagyon sokszor dramatikus élményként regisztrálják ezt, tehát ez azonosság kérdésként merül föl, hogy vajon akkor az én hovatartozásom, az én személyes identitásom akkor lényegében mi által meghatározott, csak hogy én úgy gondolom, hogy mi születésünkkel mindig örökünk eleve egy apai meg egy anyai gént, vonulatot, hagyományt, ez nagyon gyakran két nyelv, nagyon gyakran két felekezet, két vallás. És azért tegyük hozzá, hogy amit szerzünk, amit az iskolában, a tanulással, a művelődéssel, akár itthon maradunk, akár külföldre távozunk, az a kulturális identitásunk része. És az viszont már fölött áll minden velünk született, vagy örökölt vonásnak. És én ezt tartom meghatározónak, mert tényleg az életünk során azért nagyon sok mindent megszerzünk, és megtanulunk, és bővítjük a tudást és információanyagot is, és azt hiszem, hogy végül is ez dönt még a irodalom vonatkozásában is. Tehát még azt is, hogy milyen irányzathoz fog ragaszkodni az író, vagy milyen csoportokhoz kötődik, vagy hogy hogyan alakul aztán művészként, íróként az egész magatartása.
Amikor kicsit böngésztem, hogy miről is szól tulajdonképpen ez a tanulmány, akkor belefutottam egy olyan értelmezésbe, hogy egy modernkori prózafordulatot is vizsgál. Mit jelenthet ez a prózafordulat? Ugye nagyon sok, tehát hosszú időn keresztül figyelni egy műfajt, mint milyen a regény, vagy követni a változásait is egy európai, alapvetően európai kontextusban, de természetesen kirajzol bizonyos ismétlődéseket. És azt tűnt föl, hogy valami miatt tényleg egy ilyen családtörténeti modell, vagy a regény családregény, vagy nemzedékeken átívelő családregény megint erőtérbe került. Erre én őszintén szóval sokáig azt gondoltam, hogy ez egy régmúlt műfaj, és ma már nem aktuális. És arra a következtetésre jutottam, hogy talán éppenséggel a sok változás miatt van ennek megint jelentősége, tehát lehetséges, hogy éppenséggel egy kötődés valamihez, ami biztosnak tűnik, és ezek viszont rendszerint ugye a fiatalkori emlékek. Mit jelenthetnek ezek a regények az érintett közösségeknek? Azon gondolkoztam, hogyha valaki mondjuk érintve van például az otthonváltásban, és hasonló dolgokon keresztül ment, mint amiről egy-egy történet szól, akkor őre hogyan hathatnak ezek a regények, és vajon van-e közösségformáló erejük az olvasók között ezeknek a regényeknek? Ugye, hogy milyen érdekes ám, hogy nagyon sokszor az otthonra eltávozott szerzőt otthonról kinézik, vagy eleve azért távozott el, mert elüldözték. Tehát nagyon sok-sok ilyen, még a jelenkori Nobel-díjas írók között is nagyon sokan vannak, akiket történetesen, ha Kínában marad, akkor, vagy nem tudom, ott van Salman Rushdie, akit ugye vérdíjat tűzte ki a fejére, és halálos fenyegetést kapott, tehát ő nem maradhatott többet Indiában. Na most ilyen esetekben ugye ez valóban teljes mértékben kockázott, és akkor egy új környezetben, vagy egy új kontextusban kell újrakezdeni, vagy újra létesíteni, vagy létrehozni azt a saját művészi egzisztenciát. Tehát nem mindig tényleg, vagy gyakran nem döntés kérdése, hanem kényszer kérdése ez hogy közeget kell váltani, és esetleg valami egészen mást kezdeni, mint amit addig. Azon is gondolkoztam, hogy vajon miért szeretjük a regényt? Miért lehet az, hogy azért évszázadok óta az kedves és kedvenc műfajunk a regény olvasóként? Vajon miért lehet ennyire szerethető? Én ezen sokat gondolkoztam, és azért van sokszor érzésem, vagy volt tanárként olyasmi, hogy hát végképp nem is, már nem olvassák, meg nincs türelme a fiataloknak regényeket olvasni, de nem ez bizonyítja a műfajnak a műfaj iránti érdeklődés, vagy az elkelt számok, vagy az eladható példányszámok, nem ezt bizonyítják. És azon gondolkoztam, hogy tényleg mi lehet akkor a magyarázata, és én szerintem Mihály Bakhtinnak van egy nagyon-nagyon fontos mondata, hogy a mi létezésünk is történetszerű. Tehát arra nem is gondolunk, hogy mindig történeteket mesélünk, most ha találkoztunk, ugye, önnel akkor megbeszéltük, hogy előzőleg mi történt, vagy ki mit csinált, és lényegében permanensen meg történetekben élünk, meg történés a mi életünk is, ezért akkor miért ne lenne az érdeklődésünkben is fontos ez a mozzanat. Tehát igenis bizonyos folyamatosságot követni, valamilyen alakoknak, kitaláltaknak, vagy valósaknak a sorsát, figyelni és alakulását és változását, és akkor valahova a végén eljut a regény, vagy lezárul valamiképpen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a meghívást, a figyelmet. Elindult a PTE hangja 2019. A korábbi évek sikerei után idén is keresik a Pécsi Tudományegyetem hallgatói között a tehetséges énekeseket. Az előválogatót március 7-én rendezték a Pécsi Eskaféban, mi is ott jártunk, már is mutatjuk. Christina Aguilera Say Something című dalával kezdte meg minden versenyző a produkcióját a PTE hangja 2019 tehetségkutató versenyen. Az előző évektől eltérően idén egy meghatározott dalt kellett előadni, majd ezt követte egy szabadon választott produkció. A zsűri 10 előadót választ ki, akik tovább jutnak a döntőbe.
A végső megmérettetés egy élő koncertshow április 24-én lesz. Azt gondolom, hogy évről évre egyre népszerűbb a rendezvény, egyre nagyobb sajtót és egyre nagyobb nyilvánosságot tud kapni. Azt gondolom, hogy a jelentkezők számában is látszik az, hogy nemhogy csökkent az érdeklődés, de jelentősen évről évre növekszik a résztvevők száma, és hát a mindazok száma, akik ezt nyomon követik minden esztendőben. A verseny célja az eddig fel nem fedezett magyar és külföldi tehetségek kiemelése, értékmegőrzés és a zene szeretetére való buzdítás. A zsűritagok a produkciók értékelése során a versenyzők zenei tudását, ritmusérzékét, színpadi mozgását, a stílust és az egyéniséghez illő dalválasztást is figyelembe veszik. Hát a zene igazából számomra hát mindent jelent, tehát én nem tudnám az életemet elképzelni nélküle. Tehát ha autóba megyek, ha buszon ülök, ha otthon vagyok, mindenhol zenét hallgatok egyszerűen, ha nem hallgatok zenét, akkor nem is érzem olyan jól magam egyébként. A döntőbe jutott legjobb 10 énekes a Pécsi Egyetemi Napok során április 24-én lép színpadra a PTE hangja 2019 címért. Ez volt már a Tónusok, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!